A Brand jogelődjét 2004-ben alapították. A jelenlegi tulajdonosa a Varabás család érdekkörébe csak egy évvel később, 2005-ben került a cég. Kezdetben édesség és csokoládé nagykereskedést üzemeltettek Miskolcon, majd a termékpaletta növelésének ötlete hozta el azt a sikert, amely a mai napig a Hell Energy zászlós hajója, az energiaital. Az elején csupán értékesítette, majd jött az ötlet egy saját brand megalkotására. 2009-ben pedig már hivatalosan is a cég felvette a Hell elnevezést. 2008-tól kezdve jelentős állami és uniós támogatásokat kapott. Ezen támogatások mértéke egyes sajtóorgánok szerint akár a 46,2 milliárd forintot is elérhette 2020-ig bezárólag. A Hellnél nagy hangsúlyt fektettek már a korai érában is a marketing tevékenységre. Éppen ezért 2009-ben leszerződtek a Forma 1-ben szereplő Blitz csapattal, a Williams-szel, hogy nemzetközileg is ismertté tegyék a márkát. Ez azért is óriási dolog volt, mert akkoriban a Hell volt a második olyan energiaital, a Red Bull után, amely mint szponzor jelen volt a száguldó cirkuszban. A következő fontos dátum 2011 volt, ugyanis egészen eddig külföldi bértöltéssel oldották meg a gyártást, ezután viszont az új német gyártás technológiával felszerelt szikszói töltőüzemben és annak folyamatos kapacitás bővítésével pedig ma már napi 7 millió dobozt tudnak előállítani. A Hell már 2010-ben is jelentős piaci részesedést tudhatott magáénak, hiszen Magyarországon 16%-kal már akkor is piacvezetőnek számított. Tulajdonképpen akkor elképzelhetetlennek tűnt még, hogy bármely országban ne az osztrák konkurens cég, a Red Bull legyen a legnépszerűbb termék, de a Hellnek ez sikerült. Ez odáig ment, hogy a 2020-as évek elejére már megközelítőleg az energiaitalpiac több mint fele a cégcsoporthoz tartozott. 2017 tavaszán került átadásra Magyarország első alumínium dobozgyára, a Quality Pack, amely 42 000 négyzetméteren elterülő üzem biztosítja a napi 4,5 millió, évi 1,5 milliárd 250 milliliteres darabszámot. A Hell termékek egyik jelentős különbsége a konkurens italokkal szemben, hogy a tartósítást pasztörizálással oldják meg, tehát nincs bennük tartósítószer. Egy másik érdekesség pedig, hogy a Magyarországon értékesített energiaitalok nem tartalmaznak taurint, a külföldi piacra szánt energiaitalok pedig igen. Ennek oga a magyar adótörvényekben keresendő. A Hell profitabilitását nem csak az előbb említett okok, mint a saját töltő vagy dobozgyártó üzeme biztosítja, amelyik gépsorok szinte teljesen automatizáltak, hanem a brand rendelkezik saját italautomatás céggel és flottakezelő szervezettel is. 2018-ban egy igazi világsztár adta az arcát az energiaitalgyártó reklámkampányához, aki nem más, mint Bruce Willis. Igazi presztízsértékű pillanat volt ez, hogy egy világhírű színész vállalta az együttműködést egy magyar céggel. Idén 2024-ben jelentették be, hogy a legújabb kampányart pedig az olasz Michael Morrone, a 365 nap című filmek sztárja lett. Nézzük, hogy jelenleg hány országban van jelen a brand. Hazánkon kívül összesen 59 országban találkozhatunk még a boltokban Hell energiaitalokkal, ezekből 9 országban ráadásul piacvezető is. A legnagyobb piac Románia és Azerbajdzsán. Az ízeket tekintve az alap Tutti Frutti számít a legnépszerűbb terméknek, amelyet a Red Grape ízesítési követett 2011-ben óriási sikerrel. Azóta az ízek választéka csak nőtt, és mindig igyekszik valami újat mutatni a brand. Itt érdemes megjegyezni, hogy nem véletlenül csak Sixon van termelőüzeme a Hellnek, mivel állításuk szerint a víz íze más helyeken eltérő lehet, ami már nem ugyanazt a minőséget eredményezni, ezért ragaszkodnak a saját kutyaik vízéhez. 2022-ben már közel 60%-a legyártott termékeknek külföldi értékesítésre jutott, a legtöbb Romániának, Bulgáriának, Görögországnak és Szlovákiának, de népszerű még Cipruson, Horvátországban vagy Boszniában is. Ezen országokban kivétel nélkül a Hell piacvezető energiaital márka. Az unión kívüli legjelentősebb célországok az Egyesült Királyság és India, a legtávolabbi célpont pedig Mongólia. A 2022-es adatok szerint a cég belföldi értékesítésből származó nettó bevétele 61, míg az exportból származó több mint 88 milliárd forint volt, ami jelentősen meghaladta az azt megelőző 2021-es évit. Pár apróbb érdekesség, hogy a Barabás testvérpárhoz tartozik még a Xixo és az Avalon Park is.
A tulajdonosok rendkívül ügyelnek arra, hogy a személyükről semmilyen infó ne tudodjon ki. Olyannyira igaz ez, hogy például a Forbes oldalán, mint 26. leggazdagabb magyarok, sem név, sem fotó nincs fent. Ráadásul még pert is indítottak pár évvel ezelőtt a magazin ellen, hogy ez így is maradjon. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót. A Hell története azért egy különösképpen egyedülálló és igazi sikersztori, hiszen nagyon kevés, vagy talán nincs is még egy olyan magyar brand, ami globális szinten ekkora sláger lenne. Én azt gondolom, hogy a Hell egy nagyszerű példa a magyar vállalatoknak és cégeknek, hogy igen, meg lehet csinálni, egy magyar vállalat is tud nemzetközileg sikeres és eredményes lenni, hogyha azt profizmussal irányítják. Ha tetszett a videó, akkor ne felejtsd el lájkolni, támogatásképpen iratkozz fel a csatornámra, nézd meg a korábbi tartalmaimat, és tudjátok, találkozunk legközelebb. Sziasztok!